Áttérnénk a második feladat részre, amelyik a hidak méretezésével foglalkozik. A bemutatón tulajdonképpen általános szabályok hangzanak el, és elve, méretezési elvek. Ennek az apró pénzre váltása fog majd az óra további részében megtörténni, konkrétan bemutatva, hogy milyen számításokat hogyan kell elvégezni, milyen segédletek állnak rendelkezésre a számítások elvégzéséhez, illetve végignéznénk egy mintapéldát. Ugye a hidak tervezésekor igazolni kell, hogy a szerkesztési szabályok betartásával kialakított szerkezet minden eleme, teherbírás, fáradás, repedéskorlátozás, állékonyság és alakváltozás tekintetében megfelel a műszaki előírásokban meghatározott terhelőerőknek és mozgásoknak. Tehát ugye itt van az a lényeges dolog ezen a dián, hogy a szerkesztési szabályok betartásával kialakított szerkezet, tehát a geometriája már mindenkinek megvan, tehát amit ma ellenőrizni fogunk, monolit vasbeton lemeznek, a szélessége, vastagsága, hossza, ez az első feladat részből következik. Ugyancsak ugye a megtervezett hídpálya burkolat is, mert erre is szükség lesz majd a számításoknál. Nézzük, hogy milyen terhelő erők és mozgások vendők figyelembe az ellenőrzéskor. Állandó, illetve tartós jellegű terhelő erők és mozgások mik lesznek? Hát először is az önsúly. A terv alapján, tehát amit megrajzoltak, már meg kell meghatározni, ide tartozik a szerkezet saját súlya, valamint a szerkezeten tartósan vagy állandóan elhelyezett egyéb terhek súlya. A terheket úgy kell elhelyezni, hogy azok valóságnak megfeleljenek. Hogy milyen terhekről lesz szó majd a későbbiekben, ezt pontosítani fogom. Földnyomás és földterhek. Talajfeltárás laboratóriumi eredményeinek figyelembevételével kell meghatározni, ugye itt földnyomással fogunk majd foglalkozni, illetve a háttöltésen hol elhelyezett, hol pedig nem figyelembe vett terhelésekről. Ezek voltak az állandó jellegű terhelőerők és mozgások. Nézzük az esetleges jellegű terhelőerőket és mozgásokat. Két részre bontható a hasznos terhek és a dinamikus hatás. Hasznos teherként veszük figyelembe az erőtani számítás során a kocsipálya terheit, a járdák kiemelt szegélysávok terheit és a hídfők mögötti útpálya terheit. A kocsipálya teher a híd terhelési osztálya, most itt zárójelbe szerepel az ABC, korábban volt még ilyen kategorizálás, ma már a közúti hidak csak A kategóriával készülnek, erdészeti utak, ha készültek is, a C kategóriának megfelelően kerültek megtervezésre. Most itt a feladatban is a terhelési osztály C-nek van feltüntetve. Ezekre a terhelési osztályoknak megfelelően van szabvány közötti járműteher, konkrétan megnevezve, és a járműtehernek a nagysága, első, hátsó tengelyre jutó része ennek a tehernek, úgyhogy ezt majd hamarosan fogjuk látni. És vele egy időben a kocsipálya teljes területén elhelyezett 4 kN per négyzetméter megosztó terhelés, tulajdonképpen ezt így röviden úgy szokták fogalmazni hidász nyelven, hogy embercsődület, tehát egy négyzetméterre 4 ember el tud helyezkedni. Itt a következő dián mindjárt látható az A, B és C terhelési osztálynak megfelelő szabvány közötti járműteher. Mi a C-vel foglalkozunk, tehát 200 kN a teher, ennek egyharmad része jut az első tengelyre, kétharmad része a hátsó tengelyre, amivel még majd foglalkozni kell, az a nyomtávolság, az 2 méter lesz, amivel foglalkozunk a lemezellenőrzés során. Figyelembe veendő terhelőerők és mozgások. Mik lesznek ezek? A járműveket a pályán úgy kell elhelyezni, hogy a vizsgálat szempontjából mértékadó helyen álljon, hoztengelye a hídtengelye párhuzamos legyen, keresztirányba a jármű addig tolható el, amíg a kerekei a kiemelt szegélysávot, ennek hiányában a kocsiszekrény a korlátot érinti. A járműterhet, illetve a megoszló teher azon részeit,
amelyek tehermentesítően hatnak, el kell hagyni. A járművek keréksúlyát általában teherelosztó réteg viszi át a tartószerkezetre. A kerékterhet ezért olyan egyenletesen megosztó terhelésnek kell tekinteni, amely derékszögű négyszög alakú területen hat. A számítás során mi a kerékfelfekvési négyszög hídtengely irányú oldalhosszát fogjuk felhasználni, ezért ezt az ábrát mutatja be ez a kis magyarázó ábra. Tulajdonképpen a kerékfelfekvési négyszög ilyen irányú mérete az egységesen 0-20, tehát 20 cent, mármint méterben, tehát 20 centi, a feszültségeloszlás az 45 fokos, figyelembe lehet venni ennél a terelosztó négyszögnél a teljes burkolatvastagságot, amit kiszámolt már mindenki vévesző formájában átlagos burkolatvastagságként, illetve kis vével jelöltük a monolit vasbeton lemeznek a vastagságát. Ennek a fél vastagsága számítható bele a teherelosztó négyszögbe, így tehát az A1-jel jelölt teherelosztó négyszög hídtengely irányú hossza az egyenlő 0,2 plusz 2V vesző plusz V. Ez majd a képetek között egyébként szerepelni is fog. A járda és kiemelt szegélysávok terheit 4 kN per négyzetméter egyenletesen megosztó terhelésként kell figyelembe bevenni. A hídfő mögötti útpálya teherként a hídfő mögötti útpályán elhelyezett, az út teljes szélességén ható, C-terhelési osztályban 12 kN per négyzetméter egyenletesen megosztó járműterhet helyettesítő terhelést kell alkalmazni. A híd ilyenkor terheletlen, vagy rajta csak a 4 kN per négyzetméter egyenletesen megosztó terhelés található, attól függően, hogy melyik a kedvezőtlenebb. Nézzük ezek után, az általános ismertetőben elhangzottak után, hogy a mai, tehát a következő héten bemutatandó feladatrész mivel is foglalkozik konkrétan. A vasbeton lemezek statikai számításával fogunk a továbbiakban foglalkozni ezen az órán. A vasbeton lemezek alkalmazásának haszna abban keresendő, hogy a nagy keresztirányú merevség miatt a terheket szélesebb sáv veszi fel. Az egyes sávokban fellépő igénybevételek a különböző teherállások esetén a lemezben más-más igénybevételt okoznak, ez a számításokból ki is fog derülni. Az alátámasztásokra merőleges nyomatékok, amit MX-el jelölünk, ezek mellett fellépnek keresztirányú alátámasztásokkal párhuzamos nyomatékok is. Nézzük meg, hogy hogyan képzelendők el ezek a teherállások. A következő rajz le is rajzolható egyébként, körbe is rajzolnám. Tulajdonképpen arról van szó, hogy ez egy elvi rajz akarna lenni. A legfontosabb az, hogy a függőleges, a sem berajzolandó pontvonal, én nem rajzolom végig. Ez lenne a hídnak a hossztengelye, vagyis az az irány, amely iránynak megfelelően közlekednek a járművek. Tehát ez az X-tengely. Az erre merőleges irány az áthidalt akadálynak a tengelye, tehát valamilyen vízfolyás, ...nak a tengelye lenne. Tehát ez pedig az Y-tengely. Maga a vasbeton lemez itt foglal helyet. Ennek a méretei hossza, szélessége, ez már kialakult az első tervezési lépést követően, és csak sematikusan van itt az alátámasztások, tehát a hídfők kontúrja látható. Tehát ugye ez egy elvi rajz lesz a statikai számításokhoz, ellenőrzésekhez. Jó, és akkor nézzük a két teherállást. Az első teherállás a lemez közepén foglal helyet, ez a B teherállás, most itt az ábra szerint. A másik szélső helyzet, ugye azt mondtuk, hogy addig tolható el, amíg a kerék oldalirányban a járműteher, amíg a kereke a
kiemelt szegélyt, vagy kerékhárító belső oblóklapját nem érinti, vagy pedig a kocsiszekrény a korlátot nem érinti. Ez pedig az áteherállás. Ha most itt felrajzoljuk az ébredő nyomatékokat, ez lesz az MX irányú, X irányú, és erre merőleges az Y irányú, Y irány. Ha megnézzük a két teherállásnak megfelelően a nyomatéki ábrának, ezen tulajdonképpen egy térbeli nyomatéki ábráról van szó, amelyiknek a metszeteit láthatjuk itt. Tehát a lemez közepén, ha nézzük, akkor ugye a lemez széle felé ugye csökken, lemez közepén lesz a legnagyobb. Illetve, hogyha az áteherállást nézzük, ugye az kékkel van jelölve, akkor látható, hogy ennek a nagysága jóval meghaladja azt a nyomatékot, amit középen észlelhetünk, összefüggésben azzal, hogy itt a lemez közepén nagyobb lemez sáv veszi fel a terhet, mint itt a lemez szélén, már nem tud olyan széles sáv, nem tud olyan széles sáv felvenni a terhet. Tulajdonképpen a továbbiakban ezt fogjuk kirészletezni. Milyen irányú nyomatékok? Tehát tulajdonképpen a térbeli nyomatéki ábrának a fontosabb metszeteit készítjük el. Nézzük akkor sorba. M felül, tehát felső indexbe jelöljük azt, hogy milyen irányú, ez az X, tehát X irányú, MXM. Az M ugye az pedig, mivel egy német mérnök Hubert Rüsch foglalkozott ezzel a vasbeton lemezelmélettel már jó néhány évtizeddel ezelőtt, az ő általa készített táblázatokat fogjuk mi is használni. Tulajdonképpen ma már ennél korszerűbb tervezési eljárások vannak, ilyen kis hidaknál azonban meg lehet oldani a számításokat ezzel a Hubert Rüsch által készített táblázatok segítségével is. Tehát az M az, ugye, az azt jelenti, hogy a német Mitte szónak a rövidítése, tehát a lemez közepén. Tehát az MXM-mel jelöljük az alátámasztásokra merőlegesen, X-tengellyel párhuzamosan a lemez közepén. Y egyenlő nulla. Ugye visszanézve, tehát a B teherállásról van szó lemez közepén, Y egyenlő nulla, és X irányú nyomatékról van szó. X-tengellyel párhuzamosan elhelyezkedő nyomatékról. Ugyancsak X irányú a következő nyomaték is, de lemez szélén, ugye az MXR-rel jelöljük, az R betű pedig a német Rand, perem vagy szél szóból következik. Az alátámasztásokra merőlegesen, X-tengellyel párhuzamosan a lemez szélén, Y egyenlő LY per 2. Megint visszanézve, ugye ez az A teherállás lemez szélén, a látható, tehát az LY per 2 helyen. Következnek az Y irányú nyomatékok. Tehát az X irányú nyomatékok, tehát az X-tengelyel párhuzamos nyomatékok mellett, ugye nyilván vannak Y irányú nyomatékok is, most ezeket vizsgálva, tehát megint YM, megint a B teherállás, tehát a lemez közepén lévő teherállás esetén alátámasztásokkal párhuzamosan, Y-tengelyel párhuzamosan lemez közepén, X egyenlő nulla. És egyszerű vasbeton lemeznél tulajdonképpen ez a három nyomaték elegendő, hiszen a kerékhárító az nem vesz részt az erőjátékban, ahogy ez már korábban elhangzott, az a vasbeton lemez kiállványozása után kerül rá utólagosan, darabokból megépítve, hogy későbbiekben se vehessen részt az erőjátékba. Tehát az egyszerű vasbeton lemeznél ez a három nyomaték lesz. A szegélybordás vasbeton lemeznél van még egy negatív nyomaték, egy MYR, tehát az alátámasztásokkal párhuzamosan, Y-tengelyel párhuzamosan a lemez szélén fellépő nyomaték is. Jó? Tehát tulajdonképpen a mai alkalommal ezeknek a nyomatékoknak a meghatározási módszerét fogjuk megismerni, illetve nyomatéki ábrákat is elkészíteni majd,
nyomatéki ábrák elkészítéséhez egyrészt egy előre úgymond megformázott keret, autókert keret áll rendelkezésre, másrészt pedig elkészített PDF rajzok állnak rendelkezésre. Nézzük akkor a vasbetonlemezek nyomatékait. Tulajdonképpen ez egy összefoglalás lesz, majd a részleteket a számításoknál mutatom be. Végig viszünk mind egy egyszerű vasbetonlemez számítást, mind pedig egy szegélybordás vasbetonlemez számítást. Így mindenki akkor tisztába kerül azzal, hogy mi is a teendője a feladatlapján szereplő értékeknek megfelelően. Ezt a lüstféle táblázatokat ugye a mellékletben a 8-as táblázatok tartalmazzák, 5 darab táblázat áll rendelkezésre. A táblázatok miben különböznek, majd fogjuk látni abban, hogy az LY per LX arányuk az más és más. Majd, hogy ez mit jelent, mindjárt a számításoknál ki fog derülni. Az a lényeg, hogy ezek a táblázatok az 1 méter széles lemezsáv nyomatékait adják meg, egységi terhelés hatása, tehát fajlagos értékeket tudunk kivenni a táblázatból, saját értékekkel beszorozva lesz a saját hidunkra, a saját vasbetonlemezünkre megfelelő érték. Nézzük ezt az egyszerű vasbetonlemez nyomatéki számításait. Mondom, ezek csak elvek, tehát itt az egyszerű vasbetonlemeznek a elvi rajza, ha úgy tetszik, tehát komolyabb részletek nélkül látható. Tehát ami a lényeg, hogy az egyszerű vasbetonlemeznél maga a vasbetonlemeznek a nyomatékaival fogunk foglalkozni, a kerékhárítónak a kerékhárító az erőjátékban nem vesz részt, utólag kerül ráépítésre, ez látható a rajzból. Nézzük, hogy milyen számításokat fogunk majd elvégezni nagy vonalakban. Először is az 1 négyzetméter lemezés burkolat súlyát kell meghatározni, amit Q alsó index L-lel jelölünk majd. Meghatározás táblázatosan, mint a számítás szerint kell elkészíteni. A lemezés a burkolat súlyából származó nyomatékokat kell meghatározni, hogy az előbb már a teherállásoknak megfelelően elhangzott MXM, MYM és MXR helyen. Tehát lemezés burkolat együttesen. A kerékhárító és korlátsúlyából származó nyomaték az MXM, MYM és MPR. Ugye itt az egyszerű vasbeton lemeznél is, amikor rátesszük, utólagosan rátesszük a kerékhárítót, azért az még nyomatékot még azért nyilván jelent, tehát igénybevételt jelent a vasbeton lemez számára. Jó, esetleges terhelésnél a szabvány közötti járműterhelés a híd teljes felületén 4 kN per négyzetméter nagyságú egyenletesen megoszló terhelést fogunk figyelembe venni. Tulajdonképpen ezt már néztük a szabvány közötti járműterheknél, tehát a C-terhelési osztályban a teljes teher 200 kN, ennek a megoszlása első tengelyre ennek az egyharmada, a hátsó tengelyre a kétharmada jut. A nyomszélesség ugye 2 méter, ez ami a számításokban fog majd szerepelni. Mértékarő nyomatékot hogy számítunk? Mértékarő nyomatékot az állandó terhelésekből származó nyomatékok és a 20%-kal növelt esetleges terhelések nyomatékainak összegei adják. Hogy ma az esetleges terheléseket hogy milyen képlettel határozzuk meg, ez a konkrét számításoknál majd látható lesz. Nézzük a szegélybordás vasbetonlemezt. Látható a rajzból, hogy itt a szegélyborda, szegélykonzol, ez gyakorlatilag egy egységet alkot, tehát egyszerre kerül bevasalásra, egyszerre kerül betonozásra is, tehát itt a szegélyborda, szegélykonzol részt vesz az erőjátékban, tehát ebből adódóan itt egy MYR nyomaték is, egy negatív nyomaték is ébred majd a számításokból, ez ki fog derülni. Tulajdonképpen az indítása a számításoknak szegélybordás vasbetonlemeznél is ugyanaz, mint az egyszerű vasbetonlemeznél, tehát 1 négyzetméter lemezés a burkolat súlyának meghatározása táblázatosan a mintaszámítás szerint ugyanúgy fog majd történni, ezt is fogjuk majd látni. A lemezés a burkolat súlyából származó nyomatékok ugyanúgy MXM, MYM és MXR. A szegélybord és szegélykonzol okozta igénybevételek nyíróerő és nyomaték, tehát itt lesz majd ez a bizonyos negatív nyomaték figyelembe véve.
Esetleges terhelésekből származó igénybevételeknél is van különbség az egyszerű vasbetonlemezhez képest, hiszen két részre bontható a terhelések. Az első a szabvány közötti járműteher, valamint a híd teljes felületén egyenletesen elhelyezkedő 4 kN per négyzetméteres nagyságú megosztó terhelés hatására fellépő nyomaték. Ez megegyezik, ennek a számítása megegyezik az egyszerű vasbetonlemeznél említettekkel. A kerékhárítón, ami szegélybordai szegénykozóból áll, elhelyezkedő 4 kN per négyzetméter nagyságú egyenletesen megosztó terhelés hatására fellépő nyomatékok számítása, ez ami pluszba jön a számításokhoz. Mértékadó nyomatékot ugyanúgy számoljuk, mint egyszerű vasbetonlemeznél, tehát az állandó terhelésekből származó nyomatékok és a 20%-kal növelt esetleges terhelések nyomatékainak összegei fogják adni. Nézzük a nyomatéki ábrák elkészítésének az elvét, a konkrétumokat majd a minta rajzon fogják látni, illetve elkészíteni majd autókedben. Ha mértékadó nyomatékok megvannak, akkor tulajdonképpen az ábrák elkészíthetők. A következő diák mutatják be a elkészítésnek az elvét. Nézzük először az úgynevezett hosszú lemez. Mitől lesz ez hosszú lemez? Attól lesz hosszú lemez, ahogy az előző ábrán is látható, hogy az LX értékünk nagyobb, mint az LY. Hogy az LX érték egy számított érték, monolit vasbeton lemezhidaknál, ugye az 5%-kal növelt hídnyílás, amely hídnyílásba a két lesarkítás is benne van, érték adja, az LY pedig egységesen tulajdonképpen mindenkinek 5, azaz 5 méter. Jó, tehát az LX értékünk nagyobb, mint az LY, akkor hosszú lemezünk van. Ennek a nyomatéki ábráit egy az 50-es méretarányban tulajdonképpen lemeznek, nem a felülnézetét ábrázoljuk, ezt kihangsúlyoznám, hanem az LX értékre kijött LX értékkel rajzoljuk meg ezt a hosszanti oldalt. Az LY az, mint ahogy említettem, mindenkinek 5 méter lesz. Jó, először elkészítjük az Y-tengelynek tulajdonképpen a meghosszabbításával készítjük el az első viszonyítási tengelyt, ugye, hogy ezekről a rajzokról van szó. Ezt most nem rajzolom külön körül, mert egyértelmű a szerkesztés, hogy mi mit tartalmaz. Tehát ki fog majd jönni mértékadónyomaték MXM-re, MXR-re, illetve MYM-re. Tulajdonképpen ezek a nyomatéki ábrák mit mutatnak be? Ezek az X irányú nyomatékoknak mutatják az X irányú eloszlását most. Ugye itt az X irányú eloszlást tudjuk szemlélni. Az LX-el párhuzamosan rajzoljuk meg ugye a trapézoknak a hosszabbik oldalát. A lemez közepén, teherállás a lemez közepén, a lemez szélén az MXR-re kijött nyomaték. Látható már itt, hogy lényegesen nagyobb a lemez szélén kiszámított nyomaték, illetve az Y irányú nyomatékoknak X irányú eloszlását mutatja ez az ábra. Miért lesz ez majd érdekes? Amikor ugye a vasbeton lemezeket mindkét irányban, tehát X és Y irányban is vasalni kell, ha az Y irányú vasakat, tehát ezeket az Y tengelyel párhuzamos vasaknak, ugye ebben a metszetben, nézetben látható keresztmetszetben, tehát a vasbetétek egymástól való távolsága itt tervezhető meg, látható, hogy a felfekvések, tehát a hídfők felé a nyomaték az csökkenni fog, tehát ergo kevesebb betonacél kell majd fajlagosan egy-egy négyzetméterre, tehát lehet növelni a vastávolságot. Tulajdonképpen vasalásnak az elvéről is itt szót kell majd ejteni. Ezt az ábrát egyébként a vasalási terv készítéséhez szoktam általában bemutatni, de ezzel kicsit előbbre tudunk lépni a tervezési feladat megoldásában. Tehát tulajdonképpen azért beszélek itt többet a vas kiosztásról, mert arról van szó, hogy választani kell majd nyomatékok nagyságától függően vasbetét átmérőt, acélbetét átmérőt,
És az átmérő és a számítások figyelembevételével, számítások a mértékadó nyomatékokból, ugye ki kell majd számítani azt, hogy mekkora vaskeresztmetszet kell a adott nyomaték felvételére. Na most, hogyha meg lesz a vaskeresztmetszet, megvan a választott vasátmérő, akkor ugye kialakul az, hogy egymástól milyen távolságra kell elhelyezni a vasbetéteket. Nyilván ebben az esetben, ahogy közeledünk a felfekvés, tehát a hídfők felé, ugye ritkábban lehet majd rakni. Tehát hogyha ki is jött egy érték, egy arányosan elosztjuk ezen a részen, ugye itt egyenletes a nyomaték, és ez növelhető a felfekvések felé. Hasonló a helyzet a X irányú nyomatékok Y irányú eloszlásánál, mert tulajdonképpen most Y irány, tehát az X irányú nyomatékok, amiket ugye így függőlegesen lehet elképzelni, ezeknek az eloszlását, tehát a vasbetétek kiosztását ez alapján, az ábra alapján végezzük. Tehát itt látható, hogy az MXM nyomaték van, ugye a lemez közepén van beméretezve, a lemez szélén pedig az MXR a két szélén. Jó, látható, hogy itt majd egyre sűrűbben kell elhelyezni a vasbetéteket, tehát egyre nagyobb vaskeresztmetszet fog majd kijönni a lemez szélén. Nyilván nem vasbetétről vasbetétre változtatva milliméterrel, hanem itt lehet kötegelve alkalmazni a távolságokat, és kiosztani úgy a vasbetéteket, hogy a végére majd az MXR-re kijött nyomatéknak megfelelő vaskeresztmetszetünk legyen, tehát annyi darab legyen olyan távolságra, és tulajdonképpen ez adja a lényegét a vasbetétek elhelyezésének. Az Y irányú nyomatékok Y irányú eloszlását mutatja az alsó ábra. Ennél már kicsit kevesebbet fogok beszélni a rövid lemeznél. Itt a geometriára kell majd odafigyelni, meg az ábra készítésre némileg más lesz, mint az előbb. Ha nézzük, itt az MXM az hasonló, MXR hasonló, viszont az MYM, tehát az Y irányú nyomatékoknak az X irányú eloszlása, ami szerint az Y irányú vasbetétek kiosztása történik, az látható, hogy eltér az előzőtől, tehát tulajdonképpen lemez közepétől szinte egyenletesen növelhető lenne. Na most ettől függetlenül mind a két esetben, a hosszú lemeznél is, és a rövid lemeznél is lehet azonos távolságra kiosztani, tehát a biztonság irányába térünk el, hogyha az Y irányú vasaknak a kiosztását az MYM-re kijött nyomaték alapján számított vaskeresztmetszetnek megfelelően fogjuk kiosztani. Nézzük az X irányú nyomatékok Y irányú eloszlását, ugye ezt mutatja ez az ábra, ez megint más, mint az előbb. Látható, hogy LY-LX szakaszon azonos a nyomaték, tehát itt a vas távolság is azonos kell, hogy legyen, és a 0,5, tehát az LX érték fele távolságon kell egyre sűrűbben elhelyezni, mind a két oldalon, mint ahogy az előbb elhangzott. És ugye a Y-irányú nyomatékok Y-irányú eloszlása látható itt alul. A szegélybordás vasbeton lemez nyomatékai látszanak itt, ez tulajdonképpen egy hosszú lemez, szegélybordás vasbeton lemezként megtervezve. Itt, ami különbséget jelent az előzőekhez képest, az a fellépő MYR negatív nyomaték. Ugye azt így fogjuk ábrázolni, ezek viszonylag kísértékek lesznek, tehát szinte alig lehet majd látni, de be kell méretezni, fel kell írni az értékét a nyomatéki ábrára. Jó, ennyi volt a diavetítés.